A humanitárius szolgálatot végző szervezet, a Rotary Klub már évek óta együttműködik a József András Múzeummal. Közös rendezvényük az idén december 1-ére szervezett Mikulás ünnepség is, amely egy szinte egésznapos programot jelent a gyerekeknek a múzeum falai között. A nyíregyházi Rotary Klub mintegy 400-450 gyermeket hív meg erre a napra, a fogyatékkal élőket ápoló szervezetektől, illetve az őket oktató intézményektől. Ebben az évben jótékonysági csomagokat is ajándékoznak majd a résztvevőknek. A mostani együttműködés az évek óta aktív kapcsolat folytatása, illetve annak kibővítése. Fontos azért, mert a múzeum élére új vezető került a közelmúltban. Fontos azért, mert többet akarunk, mint eddig, és fontos azért, hogy a szerződések hosszabb távon is biztosítják az együttműködést, nem mintha a kontinuitás eddig is nem lett volna meg, de tudni kell, hogy a Rotaryban például minden évben rotáció van a vezetővel, és egymásnak adjuk át a hagyományokat, viszont így minden törvényes keret is megvan az együttműködésre. A közös tervek között szerepel, hogy a budapesti kézzel fogható egyesülettel közösen egy tapintható tárlatot is kialakítanak a József András Múzeumban, amely a fogyatékkal élőknek is nagy élményt jelent majd. December 1-én ünneplik a József András Múzeum napját is. Reggel a hagyományok szerint József András sírjánál egy koszorúzással kezdődik majd a megemlékezés, közölte az intézmény igazgatója. Utána pedig a Városházának a dísztermében beszámolunk a 2017. évi múzeumi tevékenységünkről. Itt többek között egy igazgatói beszámoló lesz, a régészeti, a történeti osztály beszámolója, a Sóstói Múzeumfalu beszámolója, és a három intézmény múzeum pedagógiájáról is egy értékelés elhangzik. Miután ez megvolt, azután visszajövünk megint ide a múzeum falai közé, mert a nyíregyházi testvérvárosunk, a Zsesov. Onnan a lévő múzeumból hozunk egy gyönyörű, szép időszaki kiállítást, és ezek a betlehemek lesznek. Hát ezt lengyelek szopkáknak hívják, ezek gyönyörű, szép fafaragványok, kézzel készített templomi makettek, és így tovább. Tehát egész adventi időszak alatt ez látható lesz, sőt, még tovább is. A lengyel vendégtárlat január 15-ig látogatható majd a nyíregyházi intézményben. A József András Múzeum a Rotary Klubbal közösen egy adománygyűjtést is indít. Kisdobozni szeretett címen várják a cipősdobozni ajándékokat december 20-áig, amelyet végül a nyíregyházi Rotary Klub oszt majd szét a rászorulók között. Az adományozókat egy belépővel jutalmazza a múzeum, amelyet 2018. január 31-ig használhatnak fel. Az ajándékkal teli cipősdobozokat a múzeum épületébe, a Benczúr térre várják.